a legújabb mezőgazdasági gépeket, traktorokat, kombájnokat és korszerű összetett feladatok elvégzésére alkalmas gépkapcsolatokat vehettek szemügyre mindazok, akik részt vettek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara első mezőgép showján. A hagyományteremtő rendezvénynek mezőfalva adott otthont, oda várták az újdonságok iránt érdeklődő gazdákat. Külföldön már nagy hagyománya van a hasonló bemutatóknak, ahol egy helyen több cég kínálatával, technológiai újdonságokkal ismerkedhetnek meg a termelők. Hazánkban korábban nem volt erre példa, a gazdákat inkább regionális rendezvényekre várták. 2 éve volt ez az ötletadó megbeszélés, amikor arról volt, hogy kéne Magyarországon egy olyan szántóföldi rendezvényt csinálnunk, ami kicsit több az eddigieknél, tehát nem egy-két céges részvétellel rócsó jellegű szántóföldi bemutató, hanem egy helyszínen csináljuk, sok cég részvételével, de már az is gyakorlati bemutató legyen. Ez volt az alapötlet. Néztünk pár európai rendezvényt, ami hasonló céllal jött létre, és azt gondoltuk, ezt mi is meg tudjuk itt Magyarországon csinálni, hiánypótló ez, amit csinálunk, mert nincs ilyen, és nem is volt ilyen jellegű kezdeményezés az országban, főleg ilyen nagyságrendben. Megcsináljuk 2 éve, hogy ezt kitaláltuk, és azóta sok minden akadályon átugrottunk ahhoz, hogy most végre itt állhassunk a rendezvény sátor közepén. A rendezvényen elhangzott, a mezőgép show elsősorban a gondolkodó és gondoskodó gazdák rendezvénye. Azoké, akik számára fontos a versenyképesség, a precizitás és a hatékonyság. A rendezvényen működés közben láthatták a gazdák azokat az eszközöket, amik segítségükre lehetnek a földeken. A mezőgépshow 10 hektáros területén 3 milliárd forint értékű gépet vonultattak fel a cégek, több közülük Európa más országaiban is ritkaságnak számít. A mezőgépshow legnagyobb kiállítója a Kite ZRT volt. A rendezvényre elhozták a precíziós gazdálkodás legfontosabb eszközeit, olyan gépkapcsolatokat mutattak be, melyek összetett munkaműveletek elvégzésére is alkalmasak. Németországban is, az USA-ban is számos ilyen rendezvény van, ahol sok vagy több kereskedő vesz részt, ami alapvetően egy jó kezdeményezés lehet abban az esetben, hogyha a szakmaiság szempontjából és a szakmaiság szemüvegén keresztül van maga a rendezvény irányítva. És hát, hogyha ez így fog történni a jövőre való tekintettel, azt kell mondjam, hogy nyilvánvalóan a Kite ZRT szakmaiságra való tekintettel részt kíván venni ezeken a rendezvényeken. És hát önök a legnagyobb kiállítója a mezőgépshow-nak. Mi mindennel készültek? Újdonságokkal is szerettünk volna készülni, de meg kell mondjam, hogy már az idén tavasszal is voltak azért regionális rendezvényeink. Tehát az itt bemutatott komplex technológiai megoldások nem feltétlen mindenkinek képviselnek újdonságot. Az egyik része a precíziós gazdálkodás, amit ugye már évekkel ezelőtt elindítottunk, másik része azok a gép kapcsolatok, amelyek képesek arra, hogy akár összetett több munkaművetet is egy menetben elvégezzenek, vagy éppenséggel olyan eszközök, olyan műszaki megoldások, amelyek mondjuk az őszi talajelőkészítés vagy vetés kapcsán, mint újdonság megjelentek a John Deere, vagy éppenséggel az általunk forgalmazott más munkagépek palettáján. A mezőgépshow a tervek szerint jövőre folytatódik, sőt 2017-ben szeretnék egy kibővített rendezvénnyel várni az agrárium szakembereit Mezőfalván. A gépek mellett jövőre már az input termékeket forgalmazó cégek kínálatát is szemügyre vehetik a gazdák. A szervezők terveznek kis parcellás bemutatókat, de a növényvédőszerekről és a tápanyag utánpótlásról is hasznos információkat kaphatnak majd a termelők. Jövő évben már egy szántóföldi bemutatóval, növénytermesztési bemutatóval készülünk. Ez azt jelenti, hogy nem csak a gépeket láthatjuk majd, hanem az agrotechnológia mellett a növényeket is, az agrogenetikát is meg fogjuk mutatni. Lehetőségük lesz megvizsgálni, megtekinteni majd a gazdálkodóknak jövő évben különböző kalászos gabonákat, tavaszi kapás növényeket, melyik nemesítő, melyik fajtája, hogy mutat, hogy teljesít. És hát ezek nagyon fontos információk a jövőt tekintve. És hát mi, ha sokan eljönnek egy ilyen rendezvényre, és úgy érzik, hogy szakmailag feltöltődve mentek haza, akkor mi elégedettek és boldogak tudunk lenni. Nagyon bízom benne, hogy azok, akik ide eljöttek, azok érdeklődnek, kíváncsiak, óhajtják, kívánják az új információkat, és szeretnének lépést tartani a világgal, és szeretnének olyan versenyképes gazdaságot működtetni, ami hosszú távon egzisztenciát biztosít nem csak nekik, hanem a következő generációnak is. Ezt az ember a munkáját akkor tudja jó érzéssel végezni, ha tudja, hogy valaki ezt tovább viszi majd.